Üdvözlöm kedves nézőinket, mai vendégem dr. Szabó Zoltán pszichiáter. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! Mai témánk egy egészen izgalmas téma, ez a Mama Hotel, illetve a háttérében meghúzódó okok. Mert hogy egyes tanulmányok szerint, egész pontosan a Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint 2019-ben a 18 és 34 évesek 62%-a lakott együtt a szüleivel hazánkban, 12%-kal többen, mint 2005-ben. Ez is egy döbbenetes szám, illetve egyéb érdekes híreket olvastam az interneten, például azt, hogy feljelentette az anyját egy 30 éves férfi, miután ki lett rúgva otthonról, illetve beperelték a fiúkat, mert nem hajlandó elköltözni a Mama Hotelből. Elképesztő hírek ezek, illetve számok ezek. Egy nagyon fontos jelenségre hívja fel a figyelmet. Na de mi lehet ennek a hátterében? Milyen tényezők állhatnak a hátterében? Valóban az elmúlt 15-20 esztendőben szaporodott meg azon fiatal felnőttek száma, illetve népességbeli aránya, akik számára az önálló életkezdés ideje eltolódik, vagy akár átmeneti jelleggel képtelnek is erre. Több tényezőt is feltételeznek a jelenség hátterében. Az egyik, melyet Bekerdi Tamás kiváló gyermekpszichológus írt le, maga az oktatási rendszer ben, bár lexikális szempontból kiváló és széleskörű ismert anyagot igyekszik átadni a diákoknak, ugyanakkor az önállóságra, az önálló probléma megoldásra, önálló gondolkodásra való nevelés az oktatási rendszerben, legalábbis a gyermekpszichológusok, ifjúságpszichológusok véleménye és meglátásai szerint hiány szenved. Tehát nem tanuljuk meg azt az iskolában, hogy hogyan legyünk önállók, hogyha az életünkben szembe jön bármilyen probléma, akkor azt hogyan oldjuk meg, hanem inkább próbálunk elfutni, elmenekülni, kibújni a nehézségek elől, illetve a konfliktusok elől. Tehát ez talán mondjuk, ami így a gyermekes és erdődőkort érinti. Másik szintén pszichológiai háttere lehet az, hogy fiatal felnőttként egy kicsit el is kényelmesedtünk talán. Hát megszoktuk azt, hogy milyen használati tárgyak, milyen lakáskörülmények vesznek körbe bennünket, és igazából lejjebb adni nem nagyon szeretnénk. Nem nagyon szeretnénk válni az önállósodásnak gyakran az anyagi terheit sem, hiszen egy pályakezdőként a legtöbbször a kezdő fizetésekből mondjuk éppen kijön egy albérlet, éppen kijön a létfenntartásunk költsége, és igazából arra, hogy a korábban megszokott szórakozási lehetőségeket, nyaralásokat igénybe vegyük, arra már valószínűleg nem maradna olyan keretünk, mint amit gyermekként vagy a szülői házban lakva megszoktunk. Ezt hívják felnőtt kornak? Tehát, hogy ezt az utat nem járják be ezek a fiatalok? Valószínűsítetően nem. Miért nem? Hát egyrészt, mert nem vagyunk rá felkészültek, nem készültek föl rá kellően. Ugye a család nem készítette fel a gyerekeket? Ezt így kimondhatjuk? Kimondhatjuk úgy, hogy a család sem. Hát nyilván a családnak is, a szülői közegnek is nagy szerepe lehet abban, hogy egy ilyen leválás nehezített, vagy éppen nem is kerül rá időben sor, hiszen lehet egy olyan túlvédő, túlóvó szülői, családi légkör, amelyik igyekszik maga is megóvni a problémáktól, az élet nehézségeitől, gondjaitól a gyermekeket. Ami egyébként egy természetes magatartásforma, hiszen mondjuk, ha nem csak az emberiségre, hanem ha szétnézünk, akkor mondjuk az állatvilágra is jellemző, hogy óvják, védik a szülők akár a kölykeiket, akár a fiókáikat, és nyilván ezért ösztönösen az emberi fajban is benne van. De ennek is lehet egy olyan mértéke, ami segíti az életben maradást, segíti a személyiségfejlődést, és lehet egy olyan aspektusa is már, egy olyan foka, ami inkább már hátráltat. Tehát, hogyha mindent a szülők szeretnének megoldani a gyerekek helyett, ha minden problémát igyekeznek a fejük fölül elhárítani, az élet semmilyen nehézségével sem hagyják őket szembesülni, akkor nyilván nem alakulnak ki gyerekben sem azok a képességek, amelyek lehetővé tennék, hogy önállóan lábra tudjon állni. Elképzelhető, hogy egy labilis lelkületű szülő gyermeke inkább lesz ilyen önállótlan, Mama Hotelben élő, vagy ez teljesen valóságtalan elrugaszkodott gondolat?
Inkább az előbbire gondolnék én, hiszen hogyha a labilitásra gondolunk, akkor ott mindig szükség van egy támasztékra, és tulajdonképpen az otthon maradó gyerek lehet egy olyan támaszték a szülő vagy akár a szülők számára, és amely meghozza azt az igaz, hogy nem jól működő, de mégiscsak egyensúlyt. Ugye ezt szoktuk diszfunkcionális egyensúlynak nevezni, amikor nem jól működik a rendszer, de mégiscsak van benne egy egyensúly azon az áron, hogy valami probléma tartósan kódolva marad a rendszerben. Egyik vagy másik szülő elvesztése és a fiatal akkor a helyébe lép az elvesztett szülőnek, itt akkor kialakulhat, gondolom, ez a helyzet. Igen. Mi ennek a hátulütője? A hátulütője mind a két részevőt érinteti, tehát hogyha van a gyermeket is, aki emiatt mondjuk beszorul a családi kötelékbe és képtelenné válik az önálló élet indítására, és nyilván a szülőt is, mert esetleg ha olyan életkorban van még, akkor számára nyitva lenne az a pálya, és hogy egy új párkapcsolatot alakítson ki, nyilván akkor, hogyha a gyász, a veszteség úgymond feldolgozása már megtörténik. Milyen egyéb következményekkel járhat, hogyha túl későn költözik el otthonról a fiatal, mert hogy ez a felmérés szerint átlagosan 27,2 évesen költöznek el a fiatalok otthonról? Hát az egyik leggyakoribb emberi tulajdonságunk a megszokás. Tehát megszokjuk azt, hogy mindent megoldanak helyettük, megszokjuk azt, hogy mondjuk a jövedelmünkkel gyakorlatilag mi rendelkezünk, mert egyébként a létfenntartás költségeit azt helyettünk valaki más állja, más fedezi. Megszokjuk azt is, hogy mondjuk, hogy nem 5 évig vagyunk egyetemisták, hanem 8 vagy 10 esztendéig is. Éljük azt egyébként szerintem nagyon jó kis életformát, ami az egyetemi éveket jellemzi, és nagyon nehéz utána ebből a komfortzónába kimozdulni. Ez ugyanúgy egyfajta komfortzóna átlépés lenne, mint az, hogy mondjuk a másik munkahelyet választunk, vagy egy nagyobb kihívást jelentő élethelyzetbe lépünk bele szántunkból. De ehhez egyfajta személyiségtípus is kell, nem? Hogy ebbe a úgymond gyermek létben legyen az egy felnőtt ember, nem? Vagy ebbe beleragadjon? Én inkább személyiségvonásokat mondanám, de egyébként nem rossz kifejezés a személyiségtípus sem. Egymásra hat a gyermek és a szülő egy ilyen helyzetben, én azt gondolom. Tehát kell hozzá a gyermek is, aki mondjuk könnyen belép ebbe a túlvédett, túlóvott szerepbe, és egyébként is hajlamos arra, hogy ne vállaljon fel konfliktusokat, ne vállaljon fel döntéseket, de nyilván ugyanúgy játszik benne a szülő is, aki ezt a túlvédő, túlóvó légkört biztosítja számára. Köszönöm szépen akkor dr. Szabó Zoltán pszichiáternek a mai beszélgetésünket. Köszönöm. Önöknek pedig a figyelmet, viszontlátásra. Thank you.